A következő, az fog szerintem fájni embereknek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban várólistát fogok csökkenteni, és 10 olyan könyvről lesz szó gyakorlatilag, amit leszedek ezennel a várólistámról. Ilyen várólista csökkentést régóta tervezgetek csinálni, mert igazából az a helyzet, hogy amikor én elkezdtem használni a Moit meg a Goodreads-et, és így elkezdtem aktívabban olvasni, meg könyvek után nézelődni, akkor volt egy időszak, amikor nagyon random dobáltam föl könyveket, ráadásul az, nem tudom én, 2016-ban kezdtem használni a Goodreads-emet. Tehát nagyon régen kerültek föl, és vannak olyanok, amik ránézek, és azt se tudom, hogy mi az, és mi keresni valója van a várólistámon. Úgyhogy most kicsit átnézegettem, és kiválasztottam 10 olyan kötetet, amit ezennel leveszek a várólistámról. Szokásos ilyen disclaimerek, hogy bármi, amit ezekről a könyvekről esetlegesen mondok, azok nem az adott könyvek szeretői ellen irányulnak. Nyilvánvalóan csak engem már nem érdekelnek ilyen-olyan indokokból, amiket majd mondok, de igen, szóval én ezzel így vagyok, más nincs, nem feltétlen van ezzel nyilvánvalóan így. Már lesz népszerű könyv is ezen a listán, csak azért mondom ezt előre. Szóval igen, szóval vannak a várólistámon itt dolgok, amik én tudom, hogy mikor kerülhettek kb. Föl, és milyen indítatásból, de hogy így fogalmam sincs, hogy már mik azok. Mert volt ilyen időszak, amikor a Love, Simon talán bejött, bár lehet, hogy még előtte volt valami más, nem tudom, amikor ilyen LMBTQ könyveket pakoltam föl nagyon sokat, valahogy így rá voltam fixálódva arra, és igazából nem olvastam közülük, és már nem is tudom, mik azok. Utána volt egy korszak, amikor rájöttem, hogy én szeretem a fantazit, és akkor így hihetetlen mennyiségben fantazi könyveket pakolgattam föl, főképp ilyen is ifjúsági fantazikat, amiknek egy része már valószínűleg olyan, hogy nem olvasnám el, mert azóta így rájöttem, hogy mi az, ami működik nekem egy könyvben, és mi az, ami nem. És szerintem nagyon sok olyan könyv van, aminél így elolvastam a főszöveget, esetleg egy-két értékelés, és azt mondtam, hogy hát ez akkor úgy jó is lehet, és így közben most már úgy vagyok vele, hogy nem, nekem ez nem fog tetszeni. Úgyhogy nézzük, mik kerültek le a várólistámról. Az első, az a Hová tűnt el Bernadette. Erről a könyvről egy időben egy csomót beszéltem, mert volt belőle filmadaptáció, de azt se néztem meg, és nem olvastam el a könyvet, és őszintén már nem is érdekel a könyv, lehet, hogy már akkor se érdekelt ez a könyv, nem tudom igazából, hogy akkor minek raktam fel a várólistámra, lehet csak nem tudom, egyszerűen nem tudom megmagyarázni, de most így megláttam a várólistámon, és úgy voltam, hogy nem, ez... Nagyon-nagyon sok más könyv van, amit előbb elolvasnék, mielőtt ezt a könyvet venném kézbe, úgyhogy én ezennel ezt a könyvet inkább leszedem a listámról, mert nem érzem úgy, hogy el lesz olvasva. A következő, az fog szerintem fájni embereknek. És ez azért volt a várólistámon, mert Holly Black írta a részben a Spiderwick krónikákat, és én nagyon szerettem a Spiderwick krónikákat, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor, amit Holly Black ír, az jó lehet. És akkor ő jött ki a Cruel Prince, a kegyetlen herceg, és én ezt felraktam listára, de szerintem azért, mert annyit láttam, hogy tündék, meg ilyenek, és akkor az majd nekem jó lesz, és ilyen nagyon... jobb pofa, jól hangzó leírása van nyilván annak a könyvnek is. Na most azóta nagyon sok idő eltelt, és azóta se éreztem indítatást arra, hogy én elolvassam a Cruel Prince-t. Sőt, azóta nyilvánvalóan, mivel egy nagyon felkapott könyv lett, nagyon sok mindent megtudtam arról a könyvről. És így összegészében úgy érzem, hogy nekem ez a könyv nem tetszene, ezért nyilvánvalóan soha nem is gondolok rá igazából, hogy elolvasom. Ha meglátom valahol itt nem ébredt fel a vágy bennem, hogy megvegyem és elolvasom, és úristen, akkor végre eljönne az ideje, mert igazából úgy érzem, hogy nem érdekel. Igen, szóval valahogy így olyan előérzetem van ezzel kapcsolatban is, mint a Tüskék és Ózsák udvarával. És szerintem tényleg csak Holly Black neve miatt került fel a várólistámra, úgyhogy én ezt levenném, mondom, mert magamtól nem olvasnám el, hogyha valami alkalom miatt kéne, nem tudom, BTKK könyv lenne, vagy hát BookTube könyv, klub könyv lenne, vagy valami, akkor lehet rávehető lennék, de hogy egyébként így nem érzem azt, hogy ez értekelne engem. Meg nem érzem azt, hogy ez tetszene nekem, igazából szerintem ez a legfőbb oka az egésznek, hogy így, amit így hallottam róla, az... Szerintem ez pont az a kategória, ami nem tetszene. Harmadik könyv ezen a listán, ami a várólistámat csökkenti,
az a Marcus és Diana Sirius fénye című, és ezt azért fogom levenni a várólistámról, mert amikor én először összeírtam a Barangolás Európában-nak az ötletét, csak akkor még nem is így nézett ki, ez még szerintem még a YouTube előtt volt, hogy elkezdtem YouTube-ozni, észak-európai szerzőket írtam össze, hogy így csoportosítva, és akkor még nem tudtam használni a MOLT, és nem tudtam, hogy úgy tudok szerzőkre szűrni, hogy a címkék alapján. És valami listába volt ebbe benne ez a könyv, talán angolul, és mivel ez volt az egyetlen dán szerzős könyv, amit akkor éppen találtam, ezért felkerült a várólistámra. Azóta meg már igazából olvastam is másik dán könyvet, meg valószínűleg, hogyha rákattintok majd a dán címkére, sokkal előbb találok más könyveket, amik engem érdekelnének. Egyébként ez egy gyerekkönyv, szóval valószínűleg jó lenne, meg rövid is, de szerintem soha nem érdekelt igazából engem ez a könyv. Azért olvastam volna el, hogy barangolhassak vele, de azóta már tudom használni a MOLT, és sokkal jobban tudom ezeket a szűrő funkciókat használni, úgyhogy inkább mást olvasnék ez helyett, ehelyett. Következő könyv, az meg a Tumblr időszakomból került várólistára, amikor nagyon-nagyon sokat voltam Tumblr-ön. Ez a Captive Prince. Kegyetlen herceg. Nem, várja, az a Cruel Prince. Rabherceg. Igen, szóval a rabherceg, ami amikor nagyon sokat voltam évekkel ezelőtt Tumblr-ön, akkor így nem tudom, folyamatosan bukkant fel a feedemen, és én ezért valamiért várólistára raktam, és valahogy nem regisztrálta az agyam, hogy ez egyébként egy ilyen szexuális erőszak, meg ilyen finomságok vannak. Szóval nagyon nem az a kategória, amit én szeretek olvasni, hogyha még valaki emlékszik a stage dive-os vlogokra, amik nagyon mély lelkisebet okoztak bennem is, mármint a könyvek, igen, szóval ez a könyv, ez nem. De szerintem ezek alapján bárki megmondja, hogy ez nem olyan, amit én szívesen elolvasnék és tetszene is. Ez nagyon nem az, ami nekem a zsánerem igazából, szóval nem tudom, miért volt még mindig rajta, és nem tudom, mit gondoltam ilyen 16-7 évesen, hogy miért tettem föl, de ez lekerül. Tutira lekerül. Rettegnék ezt a könyvet elolvasni. Nos, a következő az adaptáció miatt került föl, ami pedig nem más, mint a fiúknak, akiket valaha szerettem, de szerintem ez többször elhangzott már a csatornán, hogy én ezt nem fogom elolvasni, mert Emma elkezdte a könyvet, és nagyon nem jött be neki, és ilyen pár oldal után azt hiszem abba is hagyta, mert hogy nagyon a stílusa olyan volt, hogy azt mondta, hogy nem. És ugye nekünk nagyon tetszett a Netflix film belőle, az első, hozzáteszem, az első Netflix film. Igazából az ilyen közös megegyezés is volt szerintem annó nálunk, hogy akkor maradunk a filmnél, mert az ilyen kis cuki fluffy volt. A könyvet meg így elengedtük, és én azóta szerintem nem vettem le a könyvet a várólistámról. Mert hogy tényleg nem vettem le, csak szerintem így azért nem, mert hogy így, hogy voltam valószínűleg vele, hogy hát ha egyszer, de nem. A romcom filmnek nagyon jól feküdt az első rész, de nem biztos, nem vágyok rá könyvben. Jó, a következőről mostanában elég sok szó volt, szóval, hogyha így akár havi összegzést láttatok tőlem, akkor valószínűleg tudjátok, hogy miért nem akarom elolvasni. Ez Victoria Forestertől a The Girl Who Fell Out of the Sky, ez ugye a Piper McCloud sorozat utolsó része lenne, de miután elolvastam róla Goodreads-en az értékeléseket, és hogy mi történik ebben a könyvben, rá kellett jönnöm, hogy ebben a könyvben nem az fog történni, amit én nem is azt, hogy szeretnék, csak az előző két rész alapján várom, hogy történjen, és nem lesz lezárva úgy a történet, vagy nem... Tehát, hogy nem, ez az utolsó rész nagyon más, mint az előző kettő, úgyhogy nem szeretnék ezért időt pazarolni, úgymond erre a könyvre. Ezek után már meggyőztek Goodreads-en, hogy annyira nem éri meg. Főleg, hogyha az előző részekben azt szerettem, amit, és ez nem úgy lesz az utolsó részben, tehát hogy azokról nem lesz szó, azok a karakterek szinte alig lesznek ott, tök máshogy viselkednek, úgyhogy akkor azt mondtam, hogy akkor nem erőltetjük a dolgot. Találtam egy nagyon random könyvet, amit nem is emlékeztem, hogy mi az, ez Tara Sivektől a Wish You Were Mine. Ennek nincs is szerintem magyar fordítása, ahogy így elolvastam valószínűleg az értékeléseket róla valószínűleg. Azért, hát valami olyasmi a sztoria, hogy a csaj meg a csávó nagyon régóta barátok, és hogy nem teljesen értettem a nagyon furán van a nagyon mi ez? Rejtélyesen van megfogalmazva a szinopszisa, vagy a fülszövege, és így kicsit nem érti az ember, hogy mi történik a könyvben igazából.
Az a lényeg, hogy a csaj meg a csávó szerelmesek egymásba, csak soha nem mondta el egyik a másiknak, és akkor nem tudom hány év után most megragadják az alkalmat, vagy hát az egyik legalábbis. És nagyon azt írták Goodreads-en, hogy valahol ott biztos voltam a dologban, hogy lejön a várólistáról, ahol írták, hogy nem kommunikálnak egymással 30-as emberek, szóval azt mondtam, hogy akkor ez nekem nem kell, köszöntem szépen. Nem tudom, miért került fel egyáltalán a várólistámra, vagy hogy mikor, hogyan, mert abszolút nem emlékszem erre a könyvre, hogy miért tettem föl. Nem tudom, hogy valahol találtam is, jónak tűnt, vagy nem tudom. De meggyőzött a Goodreads, hogy egyébként nem, tehát írták, hogy annyira nem jó. Rosszul is van talán megírva, és ilyen nagyon három csillagos értékelések voltak elől, ami így már valamit szokott mutatni. Beléjük olvasgatva meg, hogy az emberek mit nem szerettek abban a könyvben, azokat valószínűleg én sem szeretném. És akkor így, minek olvassam el. Oké, a következő szintén egy ilyen nagyon random, ez szerintem a fantazis időszakból kerülhetett föl. Zoe Parkertől az Illusion, nem tudom, hogy kell ezt kiejteni. Ennek a fülszövege a számomra értelmezhetetlen volt, ez valamilyen paranormális fantazi akar lenni. Nagyon furán néz ki a könyv maga, szóval nem tudom, hogy ez valami magánkiadás, vagy nagyon kis kiadós. És így elolvasva, hogy miről szól, meg így a stílusát látva a fülszövegeknek, így azt mondtam, hogy nem. Valamilyen nagyon dark fantasy egyébként, csak azt hiszem ebben is ilyen insta-love van, vagy nem is, ilyen insta-lust, azt írták. Ilyen instant vágyakozás. Ide a borítóra ránézve is így, már az volt, hogy ez micsoda, utána elolvastam a fülszöveget, mondom, mi ez? Megnéztem a Goodreads értékeléseket, és így jó, akkor azt hiszem, ettől is megszabadulunk. A következő egy Jennifer L. Armentrout kötet, ugye én olvastam az Obsidianokat, vagy az a Luxán sorozatot, viszonylag szerettem is igazából őket, és valószínűleg ezért van ez a könyv is rajta a várólistámon. Ez az If There's No Tomorrow. És gyakorlatilag ez egy ilyen gyászfeldolgozásról szóló könyv, nagyon nem lehet megtalálni egyébként az interneten, hogy mi az Isten történik ebben a könyvben, nagyon úgy van megfogalmazva a szinopszisa is, hogy nem mondunk konkrétat. Lehet érteni, csak én most nem tudom, hogy végül is mi az, ami konkrétan történt, vagy hogy ki az, aki okozta azt, ami történt, ezt nem tudtam egyszerűen kideríteni, és lehet ezért került annó várólistára, mert hogy ilyen nagy rejtély, úristen, mi az a dolog, ami történt, ami nagyon megváltoztatja benne az emberek életét. A lényeg az, hogy ebbe valami ittas vezetéses baleset történik, és ez nyilván megváltoztatja a szereplőt, meg az életét, meg a nem. De nem tudom, mi történik, és ez annyira frusztrál, viszont nem akarom csak azért elolvasni, hogy ezt megtudjam. Mert hogy egyébként ennek így a feldolgozásáról szól, szóval nem tudom, hogy most a szereplő okozta a balesetet, vagy ő vezetett, vagy ő csak ott ült, ez nem derül ki egyértelműen. De a lényeg igazából az, hogy elolvastam róla az értékeléseket, és tök jó, hogy a főszereplő könyv moly, de így voltak dolgok, amiket kiemeltek, hogy ilyen kicsi dolog, tehát nem fő, de hogy például kiemelték a könyvvel kapcsolatban, hogy állítólag a család nagyon nehezen jön ki az anyagiakból, de egyébként a könyves polcról lefolynak a keményfedeles könyvek, amik, mint tudjuk, hogy egy keményfedeles könyv nagyon drága. Szóval igen, ez ilyen érdekes dolog volt a könyvben. Többen kiemelték egyébként, viszont ami szerintem engem végleg meggyőzött arra, hogy nem akarom elolvasni. Ezt tudom, hogy csúnya dolog, de itt tényleg nem akarok nem tudom hány száz oldalon keresztül ilyen referenciákat látni, ilyen utalásokat, mert itt nagyon sokat utal a főszereplő lány Sarah J. Maas könyveire, és én nagyon nem szeretem Sarah J. Maas könyveit, amikor az arcomba tolják, mert mindenki ugye a torkomon le akarja suvasztani őket, és nagyon nem szeretném őket a torkomon lesuvasztva, mert nem szeretném, köszönöm szépen, ezt már sokszor áttárgyaltam, hogy nem érdekel. Tudom, hogy sokan szeretik, én nem szeretném szeretni. Nem, valószínűleg nem is szeretném, ha elolvasnám, szóval megkímélem magamat a traumától. Azt hiszem, ez volt a döntő ok ebben az esetben, hogy tényleg nem akarok, nem tudom, 400 oldalon keresztül Sarah J. Maas utalásokat látni. Meg azt hiszem, azt írták még, hogy abból a papírhercegnő sorozatból vannak benne utalások, arra meg kifejezetten azt hallottam, hogy nagyon rossz sorozat. Úgyhogy ezt végül levettem.
Nem tudtam eldönteni, hogy el akarom olvasni, vagy sem, de valahogy így meggyőződtem arról, hogy én is ilyen apróságokon valószínűleg fönnakadnék benne, és nem tetszene végül, úgyhogy elengedem. Egyébként sem emlékeztem, hogy mi az Isten ez a könyv, szóval ez lehet már mindent elmond. És az utolsó könyvhez érkeztünk ezen a listán, ami kicsit fáj nekem is, de nem szeretném megutálni sem a szerzőt, sem a sorozatot, úgyhogy inkább nem fogom tovább olvasni, ez pedig Rena Zombrichtól a Vándorsölyöm kisasszony különleges gyermekei sorozatnak a 4-5-6. Része. Igazából én most csak a napok térképét írtam föl, mert ugye ez a 4. rész, de gyakorlatilag a többit is felraktam várólistára, hogy így jöttek ki, és nem. Az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon szerettem a Vándorsölyöm kisasszony könyveket, az első 3-at. Szerintem együltőben olvastam el őket, tényleg, nagyon-nagyon jók voltak, nagyon-nagyon tetszett a koncepció, és így nem tudom mennyi, egy-két évvel szerintem utána derült ki számomra, hogy akkor jött új könyv. És akkor így néztem, hogy ez hogy került ide, mert igazából a Lelkek könyvtára lezárta a trilógiát. Én úgy tudtam, hogy ez egy trilógia, mit keres itt még egy könyv. Csak addigra már annyira nem emlékeztem a sztorira, úgyhogy nem is nekem volt meg, hanem tesómnak a sorozat, szóval én nem is vettem meg, és akkor úgy voltam, hogy jó, majd akkor el lesz olvasva, mert amúgy nyilván érdekel, meg tök szerettem. És akkor apa azt hiszem tavaly olvasta végig a trilógiát, és akkor utána folytatta is. És azt hiszem az 5. már nagyon-nagyon szenvedett. Tehát már a 4. is azt mondta, hogy de az 5. már talán nagyon szenvedve fejezte be. Vagy lehet be se fejezte, nem tudom. A 6. meg talán akkor még nem jött ki magyarul, de erről nem esküdnék meg. Mivel én nagyon szerettem az eredeti sorozatot, és én úgy érzem, hogy az ott lezárult a 3., és azt hiszem talán pont, hogy tényleg le is zárult, és igazából egy új cselekményszer kezdődik meg ugyanazokkal a karakterekkel, én úgy vagyok vele, hogy akkor szerintem inkább maradok az eredeti 3-nál. És elengedem a maradék 3-at. Mert én is tényleg szerintem azért se folytattam ezt a sorozatot még mindig, tehát 2017-ben olvastam a Vándorsölyöm kisasszony különleges gyermekei sorozatot, és talán 18-as volt a Map of Days. Tényleg az volt, hogy mikor ez így kijött, akkor én is úgy voltam vele, hogy hú, hát jó, érdekelne, de hát azért mégiscsak lezárult a sorozat, és akkor hova megy ez most tovább, meg minek. És nek pont ugyanezek voltak, hogy nyilván ugyanaz a félelmeim, apa meg nagyjából ezeket így igazolta, és hogy ja, amúgy így annyira nem volt jó, és nem mindig egyezik apával a véleményünk, de ebben nagyon félek, hogy fog, és ezért inkább nem. Nem kísértem a sorsot, úgyhogy nem fogom tovább olvasni a sorozatot. Na igen, szóval ez lenne az a 10 könyv, amit most leszedek a várólistámról. Ezennel még így is nyilvánvalóan rengeteg marad rajta, de tényleg szeretik szelektálni, mert biztos vagyok benne, hogy ezeken kívül tutira van még. Most nagyjából végignéztem őket, továbbra is vannak olyanok, amikre ránézek, és fogalmam sincs, mik azok, úgyhogy majd még tovább olvasgatok, és lehet, hogy ennek így lesznek folytatásai ennek a sorozatnak, hogyha ebből sorozatot csinálok, hogy mindig leszedegetek pár könyvet a várólistámról. Igen, úgyhogy ezek a könyvek, ez nem, valószínűleg nem fogom szerintem őket elolvasni. Nem érzem azt, hogy szeretném őket elolvasni, szóval innentől kezdve nem tartogatom a várólistámon, mert nyilván a várólista az, ami molyan van, például ezen a ponton már egy olyan szerepet tölt be, hogy igazából akár anyámék is ránézhetnek, hogy mit vegyenek nekem, vagy mivel azt hiszem, hogy nyilvános, ezért bárki ránézhet, hogy így anyámiknak például csináltam külön polcot, de mindegy. Szóval így feleslegesen nem akarom a várólistámon tudni ezeket a könyveket, mert néha át is szoktam nézegetni, hogy ugyan mik vannak rajta, és akkor olyan könyv, amit nem akarok elolvasni, és akár tudom is, hogy már nem fogom soha elolvasni, mert már kinőttem abból a korszakból, vagy már nem is szeretek olyat olvasni, vagy már túl sokat olvastam, ezért inkább nem tartogatom várólistán őket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!